A kormány nem érhette volna el azt a sikert, amit megvalósított a szerbiaiak támogatása nélkül, jelentette ki Alekszandar Vučić sajtótájékoztatóján Belgrádban. A legköszönő kormányfő hosszasan sorolta a szerb kormány eddigi sikereit. Vučić kiemelte, folytatni fogják az utak, autópályák és vasutak építését és a beruházások serkentését is. Részletezte a Belgrád-Szabadka-Budapest vasútvonal terveit is. Naravno, pruga Beograd-Subotica bi trebalo od dana polaganja kamena temeljca na subotički deo najviše 3 godine da traje, a mi smo se dogovorili sa kineskim predsjednikom da traje 2,5 godine, pošto ćemo to da položimo u oktobru, kraj oktobra ili početak novembra, kad je summit. Još nije utvrđen datum, ali kraj oktobra ili početak novembra, računajte 2,5 godine posle toga, znači kraj 2019. godine već ćemo imati kompletnu prugu što se srpskog dela tiče prema Budimpešti. Biztos vagyok abban, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás lesz a kormányfő stratégiai célja a továbbiakban is, mondta Vučić, majd hozzátette, Szerbia az Európai Unióhoz való csatlakozása jól halad. Ugyanakkor a legköszönő kormányfő reméli, a jó viszony megmarad Oroszországgal, Kínával és az Egyesült Államokkal is, de szavai szerint még nagyon sokat kell dolgozni a kapcsolatok fejlesztése terén. Vidim budućnost Srbije, naravno, u približavanju Európskoj Uniji, ali neće to samo od nás zavisiti, hoćemo li biti članici ili ne. Beszélt a közszféra béreinek emeléséről is. Szavai szerint az új kormányfővel egyeztetve lehetőség nyílik arra az év végéig, hogy emelkedjenek a közszféra bérei, valamint a nyugdíjak is. Mint mondta, mindez az elmúlt évek gazdasági teljesítményének lesz köszönhető. Hoću da se zahvalim predsedniku Republike Srbije, što je u najtežim trenucima podržavao vladu, posebno po prilikom provođenja mera fiskalne konsolidacije. I da se zahvalim još jedan put svim ministrima, svim državnim sekretarima, svim radnicima u javnoj upravi koji su vredno radili, a koji nisu kukali zbog smanjenja plata. Oni su jedini kojima ništa nismo vratili, ništa nismo dali i oni očekuju i takav će biti, pretpostavljam, i dogovor sa budućim premijerom da se pre kraja godine, zahvaljujući rezultatima koje smo postigli do sada, omogući rast plata i penzije u javnom sektoru. Vučić ígéretet tett, hogy államfőként mindent megtesz a térség békéjéért és stabilitásáért. A szerb haladó pártban betöltött pozíciójáról a leendő államfő hamarosan tájékoztatni fogja a polgárokat.